A Csákóban 8. éve állítanak karácsonyfát, az idei Szent Miklós nap azonban különleges alkalom volt. Felszentelték azt a harangrábat, amelyet a Fertály Mesteri Testület kezdeményezésére építettek. Bíró József Fertály Mester kiemelte, a város részben eddig nem állt szakrális intézmény, ami körül több funkciós közösségi teret hoznak létre. Ennek a térnek elkészült egy kertészeti terve, aminek alapján szeretnénk ezt rendbe tenni, itt feltöltések vannak, tehát elég sok munka, körülbelül majdnem annyi munka van még hátra, padokat szerték el, tehát arra azt a célt szolgálni, hogy tényleg az emberek jól érezzék magukat. A Hor Kálmán építészmérnök tervezte harangrábat, Törőcsik Miklós ácsmester építette. Annak kivitelezését 6 millió forinttal támogatta az önkormányzat, 2 millió forintot pedig a városrészben működő cégek és lakók adományaiból teremtettek elő. Habis László polgármester kiemelte, bízik abban, hogy Eger egyik legbarátságosabb környéke továbbra is fejlődni fog. Egy várost fizikai és szellemi értelemben is építeni kell mindig. A fizikai építkezés azt jelenti, hogy közterületeket, intézményeket hozunk létre, vagy teszünk rendbe, és létezik egyfajta szellemi építkezés is, a közösség építése. Úgy gondolom, hogy sokszor ez a bonyolultabb és rögösebb út. A haranglába dr. Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg. Mint mondta, csodálatos hangszer épült, amellyel lelki központot alakította ki a város részben. Az avatáson végül a gyerekek nagy örömére a Mikulás is megérkezett.